felszámolnánk a környezetvédelem álcája mögött működő nyerészkedést a szórakoztatóiparban. Az elmúlt években is nagy port kavart, de most a fesztivál szezon közelettével ismét aktuális téma a repoharak teljesen észszerűtlen szabályozása. Bár a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara részvételével már a munkacsoport is alakult, amely ezzel a témával foglalkozik, de eredményeket mégsem láthatunk. A 2019-ben alakult Cup Revolution nevű cég gyakorlatilag egyeduralkodó gazdasági szereplővé vált a szórakoztatóipar műanyag porainak legyártásában és a hozzákapcsolódó tókerrendszer kiépítésében. A cég 2020-ról 2021-re meghatszorozta a bevételét, amely így több mint 341 millió forint lett. A tulajdonosi kör felkutatásával Tiborcz István ismeretségi körével találkozhatunk, így ez a téma a politikától egyáltalán nem elválasztható. De nézzük is, hogy hogyan működik ez a rendszer a gyakorlatban. A környezettudatos szórakozás egyik nagy előrelépése az, hogy nem kell minden ital után új, egyszerhasználatos műanyagparat használniuk a fogyasztóknak, hanem elég az elején vásárolt repoharat használni végig. Ennek az ára 400-500 forint között mozog. A visszaváltás során gyakorlatilag alig van olyan hely, ahol készpénzre tudnánk ezt megtenni, tokeneket kapunk cserébe, ilyeneket, mint amilyeneket itt tartok a kezemben is, és ezeken is pontosan látszik, hogy több különböző fajta van ezekből, gyakorlatilag mindenhol más és más. Ennek a józan paraszti ésszel megfejtető következménye, hogy a következő alkalommal, hogyha az ember bulizni vagy meccset nézni indul, akkor csak abban az esetben kap poharat a zsetonért, ha mindig ugyanarra a helyre jár, hiszen azt a fajta tokent csak ott lehet megszerezni és visszaváltani. Mondjuk ki. Ez a környezetvédelem helyett egy zöldre festett biznisz, amelyet azonnal fel kell számolni. A mi hazánk ifjainak két konkrét javaslata van ennek a rendszernek a hatékonyabb szabályozására, amelyeket el is fogunk juttatni a fiatalokért felelős helyettes államtitkárnak. Törvényi előírás szeretnénk arra, hogy minden szórakozóhelyen, fesztiválon, sporteseményen vagy egyéb rendezvényen legyen lehetőség készpénzre visszaváltani a repoharakat, valamint követeljük, hogy a valódi környezetvédelem jegyében egységesítsék ezeket a bilétákat, ne jelentsen többé problémát az, ha valakinek másféle bilétája van, ne kelljen újabb műanyagpohárral tovább szennyezni a környezetet.